Nem volt arányban a rendőri intézkedés mértéke a szerdai diák tüntetésen történtekkel, állítja a TASZ jogásza. Hegyi Szabolcs úgy véli, figyelembe kellett volna venni egyebek mellett azt is, hogy a demonstrálók nagy része kiskorú. Híradónk elérte annak a 17 éves fiúnak az édesapját, akinek az arcába könnygázt fújtak. Azt mondta stábunknak, másképp kellett volna a diákokhoz hozzáállni, hiszen ők csak a jövőjükért aggódnak. A rendőrség szerint jogellenes volt a tüntetés. A szerda esti diáktüntetés felvételei bejárták szinte a teljes magyar sajtót. Az események azonban néhány órával korábban még békésen indultak. A bejelentett tiltakozó menet délután indult a Szent István Bazilika elől. A Margit hídon jutott át a budai oldalra, és a Clark Ádám téren ért véget. Ezután a tömeg ismét a Karmelita kolostor felé vette az irányt, ahova nem jutottak el. A rendőrség lezárta az odavezető utat, a demonstrálók a dísztéren gyülekeztek. Itt fújtak le a rendőrök közvetlen közelről egy 17 éves fiút, Hidász Mátét. Híradónk elérte az édesapját. Máté, amikor bevitték a kordon mögé, akkor jelezte, hogy rosszul van, és orvost, mentőt hívott, kért. A János kórházba megröngenezték, majd a Gyorskocsi utcába vitték. Máté egy keresztény gimnázium tanulója, a keresztény kollégiumban a diák önkormányzat elnöke, az édesapja felszentelt diakónus. Ami bennem lecsapódott, az egyik az volt, hogy teljesen másképp kellene a diáksághoz hozzáállni. Partnerként kellene meghívni őket. A rendőrség közleményt adott ki a május 3-ai események kapcsán, melyben azt írták, többször tájékoztatták a megjelenteket, hogy be nem jelentett gyűlésen vesznek részt, és felszólították őket, hogy a sorfaltól lépjenek távolabb, valamint a rendőrökkel szembeni erőszak esetén kényszerítő eszközök alkalmazását is kilátásba helyezték. Mivel később dobálták a rendőröket, könnygázt alkalmaztak. A rendőrség a közleményben jogellenesnek nevezte a Várnegyedben zajló tüntetést, de a jogvédők szerint ez nincs így. Magában az, hogy nincs bejelentve a tüntetés, az nem teszi azt jogellenessé. A TASZ jogásza szerint egy tüntetést azt tesz jogellenessé, ha elveszíti békés jellegét. Hegyi Szabolcs meglátása szerint a kordon rángatása és ledöntése volt a fordulópont. Onnantól megvolt a rendőrség jogalapja arra, hogy az arányosság követelményeinek megfelelően intézkedjen. Innentől az arányosság a kérdés, tehát az, hogy a rendelkezésére álló eszközök közül azt kell választania, amelyik a cél elérése érdekében a lehető legkevesebb jogkorlátozással, sérüléssel vagy kárral jár az érintettek számára. A TASZ álláspontja az, hogy ami történt, több szempontból sem felelt meg az arányosság követelményeinek. Egyrészt bár a tüntetők feldöntötték a kordont, rendőrt nem akartak bántani. A rendőrök sokan voltak, másképp is megállíthatták volna a demonstrálókat, valamint a tiltakozók jelentős része kiskorú volt.